Mindkét csapatnak volt mi javítania a Diósgyőr Győrieto FC Magyar Kupa mérkőzés első találkozóján. A zöldfehérek az itt lejátszott bajnokit, míg a hazaiak a Ferencváros elleni mérkőzést szerették volna felettetni a szurkolóikkal. A találkozó 5. percében Szejdi ollózása aratott tapsot a nézők körében, vagy nem sokkal ezután az Eto'o szerezhette volna meg a vezetést. Koltai robogott el a jobb oldalon, a bejvélésére Dudás érkezett, de Rakaci ott maradt a rövid saroknál, így hárítani tudott. Mindkét csapat nyílcsisakkal játszott, és hatalmas volt a küzdelem, a kapuk pedig felváltva forogtak veszélybe. Tisza lőtt 25 méterről kellemetlenül a kapura, a labda annyira pattogott, hogy Molnár nem is tudta fogni, jobbnak látta inkább kiütni oldalra. Aztán a 34. percen megszerezte a Diósgyőr a vezető gólját. Egy baloldali beadásra Lippai érkezett, megelőzte a védőt és befejelte a kapu jobb oldalába a labdát, így akárcsak a bajnoki mérkőzésen most is megszerezte a vezetést a Diósgyőr. Mindez azonban nem tartott sokáig. 2 perccel később ugyanis a lesre játszó diósgyőri védők közül Akhupera lépett ki, és amint beért a 16-oson belőle, előtte a kapus mellett a labdát, sikerült tehát az egyenlítés. 2 perccel később egy kifejelt labda után ismét gólt szerzett az Eto'o, ám ezt a játékvezető les miatt nem adta meg. Pilibajtis ugrott ki Trajkovicsot, aki 5 méterről lőtt a kapuba, ám a játékvezető nem adta meg a gólt. A második félidőben is mindent megtettek a csapatok azért, hogy valamelyikük előnnyel várja a visszavágót, ám újabb gól már nem született. A miskolciak birtokolták többet a labdát, de az Eto'o állt közelebb a gólszerzéshez. Itt Akhupera csúsztatását csípi el a kapus a berobbanott Trajkovics elől, míg a hajrában a túloldalon Tisza szabadrugását védte Molnár a rövid saroknál. A hajrában Dinyár elfutása után még az Eto'onak volt egy helyzete, ám az eredmény már nem változott. Diósgyőr, Győrieto FC 1-1.